Most, hogy benne vagyunk az Unióban, minden jobb lesz majd. Nagyobbak lesznek a cseresznyék. Hű, mekkora al... cseresznye, na. És okosabbak a csobánok. Te, beszélgessünk valamiről. Jó van, beszélgessünk. Miről? Hát, például a genetikáról. Mondom már, tegnap is arról beszélgettünk. Hát, akkor ma folytatjuk. Én már unom ezt az egész genetikát. Pedig még van mit beszélni róla. Egyéb sincs csak. Genetika. Mindig genetika. Gondoltam, ma beszélgetünk a zigótáról. Ha nem is genetika. Menje! Győzzél meg valami élfrendszerre. Meggyőzötte? Ha meg, akkor az zigótát is megbeszéltük. Meg. Aztán mindig ez a zigóta, meg minden. De holnap is a zigótát osztjuk. Meglátjuk, mennyire leszek genetikus kedvembe. Megnyílnak előttünk a lehetőségek. Átkelhetünk a határon személyigazolvánnyal, vagy akár gyorsírhatunk boxkesztyűvel. Vagy stoppolhatunk is boxkesztyűvel. Festhetünk is boxkesztyűvel. Sőt, még szerelmesek is lehetünk boxkesztyűvel. Szeret, nem szeret. Szeret, nem szeret. Szeret, nem szeret. Mindössze egyetlen dolgot nem szabad tennünk a boxkesztyűvel. Megütni másokat. Nézőink, most, hogy már két napja uniós polgárok, bizonyára kíváncsiak arra, hogy EU-s normák szerint hogyan kell egy disznót megölni. Most tesztalanyunkkal bemutatjuk az EU-konform disznó megközelítési módozatokat. Kövessenek engem, hölgyeim és uraim, megérkezünk a disznó lakhelyére. Itt lakik a disznó már zsenge gyerekkor óta, amikor még csak malac volt, már itt lakott, és azóta se igazán mozdult ki valami sokat. Most érkezünk, ez a hátsó udvar, ahol a gyerekkorát töltötte, és rövidesen meg fogunk ismerkedni a disznónak a gazdájával. Üdvözlöm, uram, jó napot kívánok! A neve? Jakab Ferenc. Ön a disznó boldog tulajdonos? Én vagyok az. Hogy viselkedett a disznó, még kicsi volt? Elég jó volt. Nem volt belőle olyan sok probléma. Járt bulizni? Hozzája kell érteni. Hogy szokott szórakozni a disznó? Disznó? Hát az disznó, az vicces állat a disznó. És... Nem szabad elkényeztetni a disznókat, tudja? Én meg szeretném hívni a disznóját szombat este egy levágásra, hogyha lehetne szó róla. Lehet, hogy ne. Adom én szívesen. Nagyon jó. Ezt hoztam, ezt a rózsát neki. Most megmutatná, hol a disznó, hogy akkor... Ha esetleg az élő disznót is megmutathatná, visszaadom a kollégámnak a szót. Miután megszereztük a tulajdonos beleegyezését, vethetünk egy pillantást a disznóra. Természetesen, amennyiben lehetséges, jobb lenne a disznó szó helyett a politikailag sokkal korrektebb és EU-konform sertés kifejezést használni. Gyöngyeiteket disznók közé nevessétek! A
tisztelt hölgyem, beszeretném mutatni önnek a csapatunkat is, és először is kezdem magammal, tehát Disznó Ferenc, Ferenc Disznó. A csapat további része Szabolcs, Szabolcs Disznó, Disznó Szabolcs. Örvendek a szerencsének. Ő apám, ő anyám, mind a ketten vegetáriánusok. Nem esznek húst, biztonságban leszel. Ez meg a te családod? A disznó családja. Miss Piggy és Richard Nixon. Vigyázzunk arra, hogy még véletlenül se sértegessük a disznót. Sertést, és természetesen nem mondhatjuk erre a helyre, hogy disznól, és nem mondhatjuk, hogy ez egy vájú és ő egy koca. Így van, nem mondhatjuk, valahogy másképp kell fogalmazni. Akkor a rövid bemutatása következik. Ez egy garzon. Fantasztikus asztalos munka, kovács munka, és háttérben megfigyelhető a kínai vájú. Az állatok szeretnek játszani. A kutya szereti visszahozni a gumicsontot, a macskák sejemgomolyaggal szeretnek játszani, amennyiben lehetséges, próbáljunk meg játszani a disznóval is. És végül a csúcs. Miután sikerült megszerezni a tulajdonosok beleegyezését, bemutatkoztunk neki, összeismerkedtünk vele, játszottunk a disznóval, következik a fájdalommentes elaltatás. És Malacka boldogan élt, ameddig meg nem halt.